Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, mint a címből is láthattátok. Sikerült megszereznem egy újabb karaktert, ahogy látjátok elértem végre a 8000 kupát, megkaptam Ems, Emzet, Ems. Na mindegy, szóval őt, Ems. Vele fogok a mai napon ismerkedni, kicsit játszogatunk, megszerezzük az összes Star Tokent, tehát mindegyik játékmóddal ki fogjuk próbálni, ami a mai napon legalábbis bent van. Aztán megnézzük, hogy tényleg milyen satöbbi, mert én még nem próbáltam ki, ugye hát még csak most értem el a 8000-et, és hát sajnos elég volt az, hogy tényleg nyitottam volna valami új brawler Most jelenleg egyébként így állok, szóval hármat fel tudtam vinni 500 fölé. Most elkezdtem azt, hogy 450-re viszem föl a karaktereket, de már mindegyik 400 fölött van, kivéve ugye Emz, akit még csak nemrég szereztünk meg. Úgyhogy az az a cél, ugye nyilván, hogy őt is felvigyem 400-ra, majd pedig 450-re. Úgyhogy hát ja, haladgatok itt a játékban rendesen. A klub is azért úgy elég jó helyen van, tehát látjátok, hogy rengeteg kupánk van így összesen. És hogyha megnézzük a leaderboardot, akkor 40-ek vagyunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon stabilan tartjuk ezt a 38-42-ig tartó helyünket. Úgyhogy ennek egyébként nagyon örülök. És a csácok, ha szeretnétek tagok lenni a csatornámon, ami a későbbi streameknél majd nagyon fontos lesz, akkor a feliratkozás melletti csatlakozás gombbal ki tudjátok váltani ezeket, és hát ugye trollshop.hu a termékeimet ne felejtsétek el megvásárolni, ugyanis nagyon-nagyon királya minta, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, srácok, nyomunk rendesen egy-két menetet, szóval uh, Gamgrab, ez lesz a legelső, amiben kipróbálom Amz-t. Uh, nem tudom, tehát hogy nem tudom milyen érzésekkel álljak neki ennek. Hoppá, 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 azért uh, nem gyenge, szóval tényleg nem gyenge az Azt a Elég nagyokat sebzett, még így is, hogy Power egyesek vagyunk. Tehát, hogy uh, konkrétan még, még semmi erünk nincsen. És nem is tudom, hogy ennek mi az ultia. Szóval, hogy uh, ő mit tud? De ki is próbáljuk. Hopp! Lefagyaszt mindenkit! Azt a. Vagyis hát nem az, hogy lefagyaszt, csak így belassítja, ugye, az embereket. Na, hát elég jól haladunk, mert nálunk van 5 darab gem. És jól szedjük itt az embereket, próbálunk egy kicsit hátrálni. A pokót is le kéne szedni, bajnokok, oké? Okay. 7 darab gemnél állunk, oké? Okay. Ez nagyon tetszik eddig. Eddig az MZ az nekem elég, te eléggé tetszik. Úgyhogy ö, lehet, hogy. Elég gyakran fog vele játszani, így a későbbiekben is. Hoppá, hoppá, hoppá! Hoppá, Néta az itt ledobta az ő kis ultiát. Hát 100 hp van srácok, tehát azért az a 100 az új... Úgy... Ezt most így lefagyasztjuk, oké? Okay, mert nem akartam meghalni. És meg is szerezzük az utolsó... Ö... Nem szerezzük meg! Úristen, pont megölt a pokó! Jézusom, mekkora hiba! Mekkora hiba! Te jó ég! Nem figyeltem. Oké, okay, végül is megvan. Countdown. Itt van bent mi? Egy ilyen ember. hogy nincs itt? Nincs itt. Ez mit csinál az e Primus? Lehet így tudni? <laughs> Oké. Okay. Mindegy, ettől függetlenül megöltük. Ő is meghal, ugye? Igen, mindenki meghalt. Nagyon-nagyon szuper. Na, hát az első gémünket meg is nyertük. Emzel. Ennek nagyon örülök! És mi lettünk a star playerek? Hát szép victory volt, na! Nem volt benne semmi probléma, hát sajnos egyszer meghaltunk, de hát azzal nem lehetett úgy mit kezdeni. Hú, még egy pár ö, token double van azért. <laughs> ez így tetszik. 8200 kupánál állunk jelenleg. Akkor menjünk is gyorsan át a szóló showdownba. És ö, nézzük meg azt, hogy ott mit tudunk alkotni, hát ha egy win azért így összejön a, a mai videóban ott is. Ö, nem fűzök hozzá túl sok reményt, bár mondjuk ez még elég. Alacsony szint, hogy úgy mondjam. Szóval, uh, itt még lehet is esélyünk. Csak az a baj, hogy olyan, olyan lassan töltödik vissza. Itt a, a lövés, hogy... Uh, az valami elképesztő. És a cseszteket se tudom a hamar kiszedni. Itt hogy célszerűbb? Tehát, hogy itt távolabb? Aha, én úgy látom, hogy így távolabb uh, sokkal jobb ezt megcsinálni. Aha. Hát most ezt a rózát azért már csak megölnénk, nem? Ezt azért már így csak, csak-csak. Gyere ide, bajnok! Gyere ide, azzal a 700 HP-ddal! Ne szórakozzál velem! <laughs> 2000, oké. Okay. Na, hát csak meghalt. Igen, hát nem tudta, hogy mit kell csinálni, szegény. És nem tudom, hogy miért volt ott random egy Power Cube. Fogalmam sincs. Oké, okay, ez a bull, ez uh, elég érdekes. Most ő is meg akar halni, vagy mi a helyzet? Aha, oké. Okay. Hát akkor ő is meghalt. Semmi gond, semmi gond. Még csak így ismerkedünk az elmzel, aztán... Már is showdown van? hop hop, Még nem vagyok fölkészülve. Na jó, hát ezt most meg tudjuk ölni, minden gond nélkül. Na. És akkor most kéne azt megfejteni, hogy hol van az utolsó player, ami... Úristen, mennyi power cube van ott te. oda már nem, ugye nem tudok kimenni, pedig azért jó lenne. Aha, itt van. Ne, Rikó, pont! Úristen, azért megöljük. Ha <há> -ha, <-há> 480 hp maradt, de megöltük szépen Rikót úgyhogy ezzel be is zsebeltük magunknak a második Viktorinkat a mai videóban. Jó, hát akkor ebből már egy csesztecske azért csak kitelik. Sőt, egyből kettő. Úgyhogy ezeket ki is nyitjuk. Ez az 3 nagyon jó, nagyon jó. Akkor szépen nyomjuk még tovább, és tudunk, nem, nem tudunk mégse fejleszteni. Na de, csúszanjunk is be a Brawlballba, amit ugye már mondtam többször is, hogy nem igazán kedvelek, de hát el kell vállalni, nem? Tehát a videó kedvéért azért játszogatni kell ezzel is. Úgyhogy nyomjuk okos itt a volt Megölünk mindenkit. Hopp! Azért az, az mondjuk tényleg sikerült, hogy majdnem mindenkit megöltünk. És szerintem pont nem fogom tudni bevinni. És de! Idark scored! Ez az! Az első gólt meg is tudtam csinálni. Vagy meg tudtam csinálni, be tudtam lőni az első gólt, nem megcsinálni. <laughs> Na, igen, és akkor talán most, hogyha nem lőtte volna el a srác, mit csinál? Remélem be tudja lőni. Lőd be, bajnok! Mit csinálnak? Azt lehetett tudni amúgy, hogy itt most mi történt? De most talán hol a labda egyáltalán? <laughs> Na mindegy. Tehát én bízom bennük, hogy képesek lesznek belőni a, a gólt. Igen, nice. Nem tudom kiolvasni a nevét, de ő okos volt és belőtte, úgyhogy ez egy újabb Viktori nem sok mindent csináltunk, hogy őszinte legyek, és megkaptuk megint a Star Oké, okay, már csak öt darab kéne, valószínű, hogy ez a mai napon már nem lesz egy Big Box, de hát ettől függetlenül lenyomjuk a siege is. És kíváncsi vagyok már hogy nagyon erre a Power Play-re. Írjatok már nekem egy-két szót erről, hogy ez pontosan így micsoda. De hát hamarosan, hamarosan meg lesz az a, a Star Power eső, aztán Nyomjuk majd a powerplay-es videókat is, feltéve hogyha tetszeni fog a game-mód, mert nem tudom még egyelőre, hogy tényleg az milyen. Mert azért még kezdő vagyok a gamebe. azért azt szerintem lehet is látni. Itt a, a kezdő fejemet, <laughs> hogy nyomom a dolgokat. Jó, hát megint érdekes nevű csapattársaink vannak, vagyis hát legalábbis egy, aki olyan nagyon érdekes. Ezt a bújt, azt csak le tudnám szedni, nem? Hogyha visszatöltene még ma a... Méreg fejem. Na! Ja, amúgy kellene szerezni itt a dolgokat, nem? Na jó, akkor most ezt így benyomjuk. Nem, nem nyomjuk be, oké. Okay. Itt megbeszéltük, akkor is mi tudtuk legelőször, szerencsére itt a, a botot leidézni. Úgyhogy gyorsan itt mögötte beszaladunk. Aha, ez mondjuk jó is. Ez mondjuk jó is! Ez mondjuk jó is lehetne, hogyha a bot ugye be tudott volna menni egész egyszerűen a területre. Nagyon-nagyon keveset tudtunk bele sebezni. Konkrétan 44-42. Ja, hát nem valami sok százalékos. Az biztos. Ez az egész most. Gyorsan be, benyomunk egy csavart. Vagy mi ez amúgy? Nem tudom soha, hogy milyen, milyennek a pontos neve. De, de én csavarnak hívom. Na, bajnok, figyelj egy picit. Tehát, hogy... Itt még az itt azért... Ki kell tapasztalni, hogy hogy működik rendesen, és megint a milyen lett a Siege Bot. Úgyhogy talán most van az, hogy ö, meg tudjuk ölni őket. Gyerünk, Emsz menj el, menj Ems, fuss, fuss az életedért. Á, ez már sima, ez easy win. Ez easy win volt. <laughs> Konkrétan bele se tudtak lőni a mi széfünkbe. Tehát, hogy ö, ezért tényleg, tényleg elég easy volt. Újabb 60 kis token és ki tudunk nyitni egy szép új ládát. Remélem, hogy a videóban nyitunk most egy karaktert, és sajnos nem nyitottunk semmit, nem baj. Srácok, még így a videó végén, hogy figyeljétek erőteljesen a klubomat, mert uh, nagyon sokan úgy érzik, hogy nincs helyük itt, stb. és kilépnek. <laughs> nem tudom, hogy miért, de csatlakozzatok ti hogyha már valaki úgy gondolta, hogy innen kilép. És sokan nem érzitek ezt a tilos Invenni Aldrákot, stb. dolgot. Miért nem lehet Invenni Úristen, akkor minek a klub, meg mit tudom én? Konkrétan rajtam kívül, ugye itt 99 ember van. Mind a 99-el folyamat nem tudnék ö, játszani, illetve mind a 202 ezer feliratkozómmal sem. Tehát, hogy ez így nagyban megnehezíti a dolgot. És én mondtam többször is, hogy egyedül akarom felfedezni így magát a játékot, és majd utána, nyomjuk a nézői gémeket. Nyilván, hogyha stream lesz, amit erőteljesen már tervezgetek, akkor a nézőimmel is fogok játszani, mondjuk duót, vagy ilyen 3v3-as gémeket. Na már hát most, a 99 ember folyamatosan invel, akkor itt nem látok semmi mást, csak az inveket. Tudom, tudom, hogy be lehet nyomni azt a Donald disturb de szerintem nem olyan nehéz figyelembe venni azt, hogy mit kérek. Tehát, hogy szerintem, hogy tényleg nem nem egy nagy dolgot kértem, én úgy gondolom. Tehát, hogy itt nincs az, mint más kluboknál, hogy úristen, most nézzük meg, minden hét vasárnap 11 órakor a legutolsót, mondjuk az most én vagyok, tehát hát nyilván magamat nem rugnám ki, szóval, hogy a legutolsót kirúgjuk. Hát az nincs érdekes szabály, nem csak annyi, hogy ne invej meg. Tehát, <laughs> hogy ezt nem tudom, hogy miért olyan nehéz. Az szerintem sokkal nagyobb, hát most nem szeretnék csúnya szót mondani, de értitek, hogy mire gondolok, hogy, hogy, kiraknak mondjuk embereket, mert nincs annyi kupája, vagy nem tudott egy héten annyiszor játszani, amennyiszer megkövetelte a, a klub. Na mindegy, szóval srácok, ennyi lett van az a videó, remélem, hogy így már érthető az álláspontom egy a klubbal kapcsolatban, és még annyit hozzátéve, hogy szeretném azt, hogyha itt játszanának közösen az emberek, tehát hogy aki itt bent van, az próbáljon így, így játszogatni. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen normális közösség legyen, hogy itt mindenki játszik úgymond mindenkivel. Szerintem az hogy tök jó lenne, hogy egy ilyen közösséget össze tudnánk rakni. Na de, nem húzom tovább a szót és az időt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hát megcsináltok a mai napi challenge-et, hogy mindegyikből megszerezzük itt a ö, Star Tokent. Úgyhogy ö, köszönöm szépen a figyelmet nektek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!